Hölgyeim és uraim, 2012 EFOT. Viharban születtem, jó időre várok, hosszú útra mentem, de én közel járok. Július 3-ától 3-4 napon keresztül, vagy egy héten keresztül, ki tudja és kiszámolja, az a lényeg, hogy 3-ával kezdődik. Mi, mint fesztivál házigazdák, igyekszünk majd mindenkit a legjobb koncertek irányába sodorni. Ugye ez a fesztivál, az EFOT fesztivál arról híres, hogy a legtöbb magyar zenekar itt lép fel és itt kap helyet, de azért 7 darab külföldi előadó is tiszteletét teszi itt az EFOTon 2012-ben, többek között Dr. Albán. It's my life, take it a limit, set me free. És egyedülálló módon 2012 nyarán Dub FX is egy speciális koncerttel örvendezteti meg a fesztiválra jövőket. A Velencei Tónál kap most székhelyt idén az EFOT fesztivál, ami, mint tudjuk, egy mozaik szó, az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozója. Valóban turisztikáról beszélünk, hiszen mögöttem látható egy kerékpár, és aki szeret túrázni és szeretne kipróbálni magát, hogy milyen Budapestről eljutni egy fesztivál helyszínéig, az letekerhet, akár a mögöttem látható Csepel bringával is, hiszen július 3-án szerveznek egy Tekerj az EFOT-ra nevű felhívást, egy rendezvényt, ahol többen innen Budapestről indulnak el, és így jutnak el a fesztivál helyszínére. Lehet, hogy mi magunk is részt veszünk ezen az egészen. Autóról. Egy nagyon fontos része lesz a 2012-es EFOT-nak, hogy kap egy külön színházi helységet is a rendezvény, ahol este 8-as kezdettel akár Mucsi Lajosékat is meg lehet nézni. Úgyhogy mindenkit várunk 2012-ben Velencére, az EFOT-ra. Nem haragszom.